Ebben a mai videóban megtanítom neked, hogyan tudod kiszűrni a domináns devizákat a Forex piacon, így jó eséllyel azon a páron fogsz kötni, ahol nagyobb profitra tudsz szert tenni. Érdemes a videó végéig maradni, mert jövök egy plusz bónusz tippel is, hogy hogyan tudod időbe észrevenni a lehetőséget, így nem maradsz le a jó belépésekről. Mindezekről bővebben egy rövid intro után már is jövök a részletekkel. Tehát ma a dominancia szűrésről lesz szó, hogy miért fontos rész ez a kereskedésnek. Azért, mert így elkerülheted, hogy olyan páron kös, ahol csak esetleg érzelmi okok miatt ragaszkodsz egy adott párhoz, és mindenáron azon erőlteted a kereskedés, és emiatt folyton lemaradsz a nagy menetekről, mert a figyelmed máshol van. Volt már van érzésed, hogy téged a szerencse valahogy mindig elkerül, és állandóan lemaradsz a nagy menetekről, mert rossz párokon kötsz, közben meg mások szép profitokat realizálnak, és nem érted, hogy csinálják, na erre hoztam majd megoldást. Elmondom lépésről lépésre, én hogy csinálom a szűrést, milyen szempontok alapján elemzem ki a piacot, és milyen sorrendben, így kapsz egy teljes képet az elemzési folyamatról, így nincs más teendőd, mint beépíteni ezt a lépéssort a kereskedésedbe. Ehhez viszont át kell menjünk a chartokra, így a folytatás következik az X-Station felületén. És már itt is vagyunk a ZXStation felületén, lépésről lépésre be fogom mutatni a teljes elemzési folyamatot, amit használok, egészen ugye a szintek behúzásától kezdve a belépések kereséséig, hogy ez hogyan áll össze, milyen folyamatokból áll, mire meghozom a megfelelő döntést. Itt vagyunk az USA dollár japánnak a havi chartján, ugye első lépésként mindig a szintekkel kezdünk, tehát egy teljesen tiszta chárton behúzzuk a legfontosabb szinteket. Én most már ezt előre megtettem azért, hogy ne húzzuk ezzel az időt. A lényeg az egészben, hogy mindig megkeresem egy utolsó lejövetelnek a legmélyebb pontját, ahonnan indult a folyamat, ugye láthatjuk, hogy ABCD alakzatban nagyon szépen egy nagy emelkedésen van túl az árfolyam, tehát innen indult a folyamatunk. Ez a piros gyertya, ennek a legmagasabb teteje, most itt a periódus elválasztó miatt nem nagyon látszik, de a lényeg, hogy itt volt a legmélyebb gyertyánk, és nézzük meg, innen indult a folyamatunk, aztán nagyon szépen elment, és tulajdonképpen megcsinálta az előző csúcsot, sőt át is törte, és jelenleg most itt tartunk, hogy a múlt havi gyertya, ugye a múlt hónapban mi lezárt, ez a jelenlegi legmagasabb gyertya, tehát ennek a sávjában vagyunk, tehát ez egy havi sáv, az utolsó legmagasabb havi gyertya sávja. Itt most könnyen előfordulhat, hogy itt a sávon belül maradunk, és itt fog egy darabig csapkodni, oldalazni az árfolyam, mivel ugye egy nagyon nagy emelkedésen van túl, és általában ugye mi történik a nagy emelkedések után, jön egy megpihenős időszak. Tehát megvannak a havi szintjeink, amit a piros vonalakkal jelöltem, ugye mindig a legmélyebb gyertya legmagasabb pontjára rakom, mégpedig azért, mert fordulást várok, tehát ezek a karoncos gyertyák a mélypontokon azt jelentik, hogy előbb-utóbb felfelé várom az árfolyamot, ha nem megy újabb mélypontra az árfolyam, és nézzük meg, pár hét után itt el is indult a folyamatunk, gyönyörűen ráült ebben a havi gyertyában, testem már nem jött a szint alá, és aztán be is lendült az árfolyam. A legmagasabb pontnak pedig mindig ugye a legmélyebb pontjára rakjuk, mert itt is ugye egyrészt várunk az oldalazásra, vagy pedig ugye szintörésre lefelé, és az abból való elindulásra. Ha ez megvan, akkor átmegyek a hetes chartra, és ott is behúzom a fontosabb hetes szinteket. Itt ugye mindig azt vizsgálom meg, hogy az utolsó legmagasabb ponthoz képest az első legmélyebb pont, ahonnan indult ez az egész folyamat, az hol van, és idáig jövök csak vissza, mert nem látom értelmét tovább addig visszamenni a múltba, amíg ezek a szintek nem sérülnek lefelé, tehát ugye ebben a sávban vagyunk benne jelenleg, ez egy kereskedési sávnak is mondhatjuk, és amíg ebből a sávból vagy felfelé, vagy lefelé nem tör ki, addig ezek a szintek lesznek aktuálisak, tehát összesen 1-2-3 vonalat használok a szintek meghatározására. Tehát megvan a hetes szintem, ahonnan indult a folyamat, és ahova felérkezett az árfolyam. Ugye látható, hogy itt is kialakult a kanoncos gyertya, itt is kialakult a kanoncos gyertya, amit általában heves mozgásokkal szokták jelezni, hogy egy folyamat véget ér, itt ugye az esélyes ért véget, itt pedig az emelkedés, és aztán nézzük meg, nagy lendülettel le is jött az árfolyam. Tehát a lényeg, hogy amikor az utolsó legmélyebb hetes gyertya szintje sérül már a következő hetes gyertyában, és testtel át tudja vinni, és a szint felett tud zárni, az azt jelenti, hogy nagy lendülettel mehetünk felfelé, ilyenkor nagyon sok esetben már nem jön vissza az árfolyam, egy mélyebb visszatesz rá egy második lábra, hanem ilyenkor lehet, hogy csak később jön majd a visszatesz, és akkor már nem lesz az annyira mély. Tehát amikor ilyen pici visszateszteket látunk, az azt jelenti, hogy nagy a lendület, és nincs igazán komoly visszatesz. Tehát itt már a következő gyertyában, egy fordulós gyertyában már be lehetett lépni, és ment is tovább az árfolyam. Itt is ugye pontosan ez történik, hogy már az utolsó legmagasabb gyertya szintje a következő héten sérült is lefelé. És aztán nagy lendülettel le is jött az árfolyam, mégpedig ugye az előző év szintjére, hogy itt is látni lehet, hetes csárton vagyunk, tehát itt az előző év legmagasabb pontját látjuk, és nézzük meg, hova jött vissza az árfolyam. Tehát amikor van egy szinttörésünk, egy előző csúcs sérül, akkor előbb-utóbb ezek a szintek visszatesztelésre kerülnek. Van, amikor nagyon mélyen bejönnek a szint alá, és bejönnek az előző év sávjába, vagy pedig esetleg szépen ráülnek itt a szint környékén, kicsit megtorpannak, megvárják itt is a heves mozgást, itt is ki fog alakulni valahol majd egy nagyon szép kis hetes kanoncos gyertya, és utána
utána esetleg újra elindultunk felfelé, és nagy valószínűséggel előbb-utóbb meg fogja csinálni ezt a szintet, ahonnan lejött az árfolyam. Itt ugye két dolog történhet, egyrészt visszatesztelhetjük ezeket a korábbi szinteket, tehát jöhet egy kis visszahúzódás, majd esetleg egy újabb mélypont, tehát egy ABCD alakzatban még egyszer leszúr az árfolyam, de ha tartósan nem esik el ez a szint, és nem jövünk be mélyen az előző évnek a sávjába, akkor ebből a kis visszahúzódás utáni kialakult legmélyebb gyertya után elindult újra felfelé majd az árfolyam, és tulajdonképpen ez lesz a kereskedési sávunk, amíg nem jön mélyebbre az árfolyam, vagy nem töri át ezeket a szinteket. Tehát ugye megvolt az első lépés, hogy egy teljesen tiszta csárton beúztuk a legfontosabb szinteket, azért, hogy tudjuk, hogy mire számíthassunk, el tudjuk dönteni, hogy milyen irányba akarunk kereskedni, és hol keresünk majd a belépési lehetőségeket. Ugye ezek a gyertyaszintek, amiket én használok, ezek többnyire ugye a belépési zónát jelentik, egyrészt célárak is, tehát belépési zónaként és célárként is szerepelnek, az éves, havi, heti, napi high-lók pedig ugye célárként szerepelnek. Itt a legtöbb esetben leszokott fordulni az árfolyam, nem biztos, hogy elsőre átviszi a legmagasabb pontokat, és innen jöhet még egy visszateszt, de amikor ekkora a tempó, akkor simán átviheti ezeket a szinteket is. Tehát a lényeg, hogy a gyertyaszintek belépési zónaként szolgálnak és célárként is, a high-low szintek pedig csak célárként. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy amikor szépen trendel egy árfolyam, sajnos ezekből nagyon keveset látunk, de a japán párokon ezeket nagyon szépen lehetett azonosítani, amikor magasabb csúcsokra mennek az árfolyamok, az azt jelenti, hogy folytatódik a trend, viszont amikor megcsinál ezeket a visszateszteket, akkor eljön az az időszak, amikor bekerül egy ilyen szűk sávba, és jöhet egy megpihenős, oldalazós időszak, mielőtt esetleg újra tudja folytatni az útját felfelé, és hogy át tudja törni ezeket a szinteket, akkor lesz igazából újra trendirányú elmozdulás. Megvannak a szintjeink, tehát ilyenkor tudni fogom, hogy hol keresem majd a belépési lehetőséget a fordulásra. Ugye mindig arról beszélek, hogy amikor van egy diszkontáram, ez lesz az én diszkontáram, nagyon fontos szintre érkezett az árfolyam, tehát itt keresem majd a fordulásokat. Itt viszont ugye megint időbe fog telni, mire kialakul egy új belépési folyamat, de amiket szoktam keresni, ugye az nem más, mint ezeket a legmélyebb gyertyákat, ahogy kialakulnak, és utána a gyertyáknak a szintörése, tehát a gyertya utáni szintörés. Tehát itt is valószínűleg ki fog alakulni majd előbb-utóbb egy utolsó legmélyebb hetes gyertya, annak a szintjét behúzom, és amikor a sérül felfelé, onnantól kezdve kezdem el figyelni a belépési lehetőségeket. A piacra lépéshez ugye három megerősítésre van szükségem, az első a legfontosabb, hogy sérüljenek a hetes szintek felfelé vagy lefelé, attól függ, hogy milyen irányról beszélünk, és utána megyek a kisebb időségre, a napos csártra, és ott keresem az alakzatokat, ugye kellene általában egy csúcs, egy kis visszateszt, hogy be tudjak húzni egy trendvonalat, és az abból való kitörést kereskedem majd. Ugye ez nem fog minden esetben megtörténni, jól láthatóan, mert amikor látjuk azt, hogy már a következő gyertya ekkora lendülettel elindul, akkor lehet, hogy csak jóval később lesznek visszatesztek, és ez, amit ugye előre nem tudhatunk, hogy ez hogy fog megtörténni, amikor megvan a lejövetelünk, utána az első felpattanás ugye nagyon nehéz tervezni pontosan emiatt, mert nem tudjuk, hogy melyik lesz az a szint, ahonnan esetleg előbb lefordul az árfolyam, és később jön a visszateszt. Előbb-utóbb mindig van visszateszt, ahogy láthattuk, itt is van visszatesztünk, csak egy jóval szűke visszateszt van, mert nagy volt a tempó, és ilyenkor ezekre a fordulós gyertyákra kell figyelni. Tehát vagy a szintek környékén keresem a belépőket, ha itt lemaradtam, vagy esetleg itt időben be tudtam lépni, akkor megvárjuk ugye a következő visszatesztet, és aki marad, az meg a következő visszateszt után tud belépni, és itt vannak ezek a fordulós momentum gyertyák, amik jelzik a fordulásokat, és nagyon szépen ugye, aki itt lemarad, itt még két belépési lehetősége volt rövid távon, de ezért nagyon fontos, hogy mindig itt a visszatesztek után a diszkontár környékén, a szintek környékén keresünk a belépéseket, mert utána sokkal nagyobb menetekben vehetünk részt. Itt, hogyha valaki belépett még ebben a gyertyában, akkor is nézzük meg, hogy egy nagyon szép, több ererarányú kötésben lehetett része, és ezért jó a trendirányú kereskedés, mert láthatjuk, hogy a visszateszt az sokkal rövidebb, mint maga a trendirányú elmozdulás, tehát én sosem ezt kereskedem, hanem mindig a nagyobb meneteket, mert ebben van a profit, ezek sokkal nehezebben kereskedhetőek, főleg amikor egy long irányú trendben ilyen kés a vajban jön lefelé az árfolyam, ezeket nem lehet tervezni, nem tudjuk, hogy honnan fog fordulni, mit fog tisztelni, mint szintet. Igaz, hogy itt benne volt a pakliban, hogy nagy eséssel jön lefelé, és kés a vajban, ilyenkor akár több hétig ugye benne lehet lenni, és visszajött az árfolyam egész az éves szintekig, tehát jó eséllyel, aki itt a szintek környékén el tudta csípni, annak esetleg volt esélye belépni, itt viszont már nem keresném a belépéseket, mert itt nincsenek visszahúzódások, így nincs stop helyszín sem.
És hogy a mondás is tartja, a trend is your friend, tehát a trend a te barátod, és a legtöbb profi kereskedő is mindig azt ajánlja, főleg kezdőknek, hogy trendelen soha ne kereskedjenek, hanem mindig a trend irányba kereskedjenek, tehát meg kell várni ezeket a diszkontárakat, ezeket a folyamatokat, és csak utána szabad belépni. Van még egy gyertyaszint, amiről eddig ugye nem beszéltem, ez pedig a napos szint. Én ennek a használatáról teljesen leszoktam, ezt is el fogom mondani, hogy miért, de a lényeg az az, ugye sokszor elmondtam már, hogy a napos szintek felett kezdődik az élet, és a hetes szintek felett folytatódik. Tehát a napos szint az arra kell, hogy lássuk egyáltalán, hogy mikor indulnak el az árfolyamok, mikor jönnek meg a forgalmak, a vevői szándékok. És amikor a hetes szint sérül, akkor viszont már a hosszabb távú folyamatok is elindulhatnak, viszont a napos gyertyára azért van csak szükség, hogy lássuk azt, hogy melyik az a pár, ami előbb tud indulni a kereskedés szempontból. Erre is mutatok egy-két példát, hogy miért érdemes megválni a napos szintek törését, hogy elinduljanak a forgalmak. Hát menjünk a következő csártra, a japán jennek a napos csártyára. Itt ugye most azt láthatjuk, hogy volt a hetes szintünk, itt nagyon szépen kialakult egy kis dupla csúcs, és nézzük meg csak a momentum gyertyát. Itt van. Tehát amikor ekkora momentum gyertyát látunk, az azt jelenti, hogy elindult a folyamat lefelé, és itt is ugye megjelentek ezek a momentum gyertyák. Itt ugye, hogyha behúznék egy napos gyertyát, ez a kis kanoncos gyertya volt a legmagasabb napos gyertya, tehát azt látjuk, hogy a napos és a hetes szint ugye összeolvadt. Ilyenkor nem kereskedek, csak a szinttörések után, tehát a hetes szintet akkor megvárom, viszont hogyha mondjuk feljebb lenne a napos szintem, és elég nagy távolság lenne a napos és a hetes szint között, amikor ilyen nagyon nagy kanoncos gyertyákat gyárt kis testtel, akkor tulajdonképpen érdemes esetleg a napos és a hetes szint közötti távolságot kereskedni, mert a legtöbb esetben ilyenkor még itt megtorpan az árfolyam, csinálhat még egy visszatesztet, mielőtt esetleg a hetes szint sérül, és itt akár még több hétig szórakozhat inside baron belül az árfolyam. De hogyha elég nagy távolság van a napos és a hetes szint között, akkor ezt is lehet kereskedni. Viszont amikor ilyen pici a távolság, akkor egyszerűen meg kell várni, hogy a momentum gyertyák megjelenjenek itt a hetes szint alatt. A jó kereskedések, a forgalmak csak akkor lesznek, hogyha ezek a szintek sérültek, ahogy itt is láthatod, megjött a momentum gyertya, és jó pár napig, 3 héten keresztül tulajdonképpen jött lefelé az árfolyam, és ugye daytraderként hol tudsz kereskedni? Ott, ahol esetleg van forgalom. Tehát itt a forgalom a visszahúzódásokban, ha lemész a H4-re vagy a kisebb idősíkra, ezekben a kis visszahúzódásokban ott voltak a belépési lehetőségek, itt is volt egy pici kis visszahúzódás, és aztán nagy lendülettel meglódott újra az árfolyam, amíg le nem érkezik egy fontos szintre. Tehát nagyon fontos, hogy csak a szinttörések után keressük bármilyen kereskedést, teljesen mindegy, hogy valaki daytrader, vagy napontúli kereskedő, vagy skalpoló, akkor szabad kereskedni, amikor forgalmak vannak. Nézzük meg, mekkora gyertyákat gyártott, mekkora napos gyertyákat, tehát ebben van a forgalom, ebben tudsz kereskedni, ezekben a kis oldalazásokban, meg a visszahúzódások arra jó, hogy tulajdonképpen stop helyszínt biztosítsanak, és utána a kisebb időségon be tudsz lépni. Tehát nem itt kereskedünk, amikor a hold zónában vagyunk, meg amikor inside baron belül vagyunk, hanem mindig, amikor elindulnak a folyamataink. És amíg a napos meg a hetes szint nem sérül, addig nincs értelme kereskedni. És azt is megmutatom, hogy miért nincs értelme a kisebb idősíkokra menni, mert amíg a magasabb idősíkokon nem jönnek meg a jelzések, addig a kisebb idősíkok sem lesznek belépő. Itt is ugye látunk egy utolsó kis visszatesztet, látjuk, hogy a visszatesztnek van egy utolsó legmélyebb napos gyertyája. Ha erre behúzok egy visszintes vonalat, akkor tulajdonképpen látjuk azt, hogy itt is a napos gyertyában sérült a szintünk, és utána nézzük csak, meg gyönyörűen elindult, megcsinálta itt a második lábat, meg volt a fordulós gyertya, ide be lehetett húzni egy trendvonalat, amiről mindig beszélek, hogy az első csúcsot érdemes megvárni, a legtöbb esetben lesz, itt is volt még egy visszatesz, és utána nagyon szépen el is indult az árfolyam, és ha betesszük a stoppunkat ugye ide a szintek környékére, a szintek alá, akkor láthatóan már nem sérült ugye a stoppunk, tehát itt is ugye megvolt még egy visszatesz, és utána tulajdonképpen el is indult a folyamatunk, tehát hogy erre az utolsó szakaszra is rárakom, itt is volt egy pici visszatesz, ennek ez a piros gyertya volt a legmélyebb, és utána nézzük meg, gyönyörűen ráült itt is a szintre az árfolyam, meg volt a kis fordulós gyertya, és már el is ment. Tehát összesen ennyit keresek, két idősíkra van szükségem, a hetes csártra és a napos csártra. A havi csártot csak addig használom, amíg a havi szinteket behúzom, mert azokat egy jó darabig utána úgysem kell mozgatni, és a hetes csárton elemzek, ott megkeresem a fordulós gyertyákat, a kisebb idősíkon megkeresem a belépéseket, vagy a napos szint felett, vagy a hetes szint felett, attól függ, hogy mekkora távolság van a két szint között. És ahogy mondani szoktam, a varázslat mindig ugye a szintek környékén történik, ha kicsit arrébb visszük a csártot, és lejövünk egyen lejjebbi visszatesztre, akkor tulajdonképpen itt is volt ugye egy visszatesztünk, ez volt az utolsó legmélyebb napos gyertyánk, és nézzük csak meg,
itt már be lehetett lépni, itt is ugye nem volt második lábán, nagy volt a lendület, de tulajdonképpen a lényeg az az, hogy itt is ugye megvolt az a bizonyos momentum gyertya a havi szint környékén. Tehát itt is volt egy momentum gyertya, itt is volt egy kanoncos gyertya, itt is volt egy momentum gyertya, tehát ezek a napos gyertyák jelzik azt, amikor elindulnak a folyamataink, és ugye még akár vissza tudok menni még egy időszakot, és itt is ugye jól látható a hetes szint környékén, itt is volt egy utolsó legmélyebb napos gyertya, itt is ugye elég közel volt a legmélyebb napos gyertya szintje, meg a hetes szint, viszont itt is megvoltak nagyon szépen azok a bizonyos momentum gyertyák, kicsit jobban felnagyítom a csártot, hogy jobban látszódjon. Tehát amikor ekkora gyertyákat gyárt az árfolyam, akkor abból látszik, hogy hol vannak a folyamatok, hol vannak a fordulások, hol vannak az elindulások, és tulajdonképpen összesen ennyit kell keresni. Amíg a magasabb idősíkon ezek a gyertyajelzések a szintek környékén nem jönnek meg, hiába mész le bármilyen kis idősíkra, nem fogsz tudni kereskedni, mert ha nincs forgalom, nincs szándék, nincs szintörés, nincsenek visszatesztek, akkor nem lesznek forgalmak sem, és ezekben a gyertyákban több napig benne lehet lenni, és párnapos kereskedéstől akár a több hétig vagy a több hónapig való kereskedés is megvalósítható. Behúztuk a szinteket, innentől kezdve tudni fogjuk, hogy hol keresjük a belépéseket, ugye hármas megerősítés, szintörés, utána az alakzatok, kellenek a gyertyaformációk megerősítve egy trendvonallal, és itt a szintek felett be is tudunk lépni. Ez mind nagyon szép és jó, viszont honnan fogom tudni, hogy a négy fő pár közül, ugye a GBP, az EUR, az NZD és az USD párok közül, akár a japán párokon, vagy a dollár párokon, vagy a CHF párokon, vagy bármelyik párt említeném, melyik lesz érdemes belépni, melyik lesz a domináns, hol lesz a nagyobb elmozdulás esélye, és melyik fog esetleg előbb elérni a célárhoz, mert ugye minél gyorsabban elér a célárhoz, annál gyorsabban jutunk a profitunkhoz, ezt fogjuk most kideríteni. Annak idején kezdőkoromban nekem is ez volt az egyik legnagyobb elakadásom a kereskedésben, hogy folyamatosan ragaszkodtam bizonyos párokhoz, és mindenáron azokat figyeltem, csak és azokon akartam kereskedni, közben a másik párok meg sokkal nagyobbat mozogtak, és folyamatosan lemaradtam a nagy lehetőségekről, és ezt nem értettem sokáig, hogy ez miért történik. Ennek tulajdonképpen az egyik fő oka az, hogy nem csináltam dominancia szűrést, nem vizsgáltam meg, hogy melyik páron van a potenciális legjobb lehetőség, és folyamatosan ragaszkodtam valami érzelmi oknál kifolyólag bizonyos párokhoz, és állandóan ott akartam kereskedni, és aztán nem is jöttek az eredmények. Ha te is valami hasonló problémával küzdesz jelenleg, akkor nagy valószínűséggel nem csinálsz dominancia szűrést, és ezáltal mindig rossz párokon keresed a belépéseket. Dominancia szűrés. Akkor nézzük is meg, hogy mit jelent pontosan a dominancia szűrés és mik a lépései. Ezt a dollár párokon fogom bemutatni, átmegyünk ide a hetes csártokra. Az első párunk ugye a GBP-USD. Ha csak megnézzük a négy dollár párt, hogy hol tartanak jelenleg az árfolyamok, akkor már önmagában abból is meg lehet állapítani a dominanciát, de lesz 6 olyan pár, aminek a segítségével tulajdonképpen ezt a dominancia szűrést el tudjuk végezni, úgyhogy ezt fogom hamarosan bemutatni. Ha szeretném röviden összefoglalni, hogy mit is jelent a dominancia szűrés, akkor tulajdonképpen a fő párok közötti rangsort jelenti, hogy melyik lesz, amelyik előbb elindul, és melyik lesz, ami később indul el. Ettől függetlenül mindegyik meg fogja idővel csinálni a szinteket, de ezért nagyon fontos, hogy mindig azt a párt választjuk, ami a dominánsabb, mert ugye abban tudunk kereskedni, amelyik előbb el tud indulni, ahol lesz forgalom. És ahol természetesen előbb megjönnek azok a jelzések, amiket keresünk a belépésekhez. Itt ugye a hetes csárton vagyunk, a GBP-USD csártyán. Ugye, ha megnézzük a négy devizát, most csak gyorsan átlapozom, hogy lássuk a különbségeket. Ugye mit látunk itt? Látunk azt, hogy itt van egy utolsó legmagasabb, tehát az idei év legmagasabb pontja volt, mielőtt felérkezett ide az árfolyam. Ugye volt egy idei év legmélyebb pontunk, és van egy idei év legmagasabb pontunk, és ide jött fel az árfolyam egy nagyon szép ABCD alakzatban. És itt is ugye látható volt, hogy a szintek környékén milyen szépen ott voltak a belépések, tehát a hetes szint környékén is itt volt a belépés, aztán amikor áttörte a havi szintünket, ezt a piros vonalat, ott is megjött ez a bizonyos pici kis fordulós gyertya, és aztán nagy lendülettel ki is lőtt az árfolyam, és meg is csinált az elsődleges célárat, az idei év legmagasabb pontját, és most ugye zajlik egy visszateszt. Ha megnézzük az euró-USA dollárt, hogy hogy áll, akkor ott azt látjuk, hogy itt még igazából nem csinálta meg az idei év legmagasabb pontját, tehát itt még nem érkezett föl, és itt is ugye elindultak a visszatesztek. Ha megnézzük az NZD-t, ugye az elmúlt hetekben ő gyengélkedett a legtöbben, itt egy nagyon komoly esés is volt, és tulajdonképpen még itt sem sérült ugye az idei év legmagasabb pontja, ami valahol itt van, tehát tulajdonképpen van egy mélypontunk, itt most ugye visszajött az idei év legmélyebb pontjára az árfolyam, viszont itt már látunk egy forgalmi gyertyát. Tehát mit látunk itt? Itt azt látjuk, hogy leérkeztünk egy fontos szintre, az év idei legmélyebb pontjára, és tulajdonképpen innen akár jöhet egy újabb felpattanás, egyelőre még a havi szintek felett vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy innen akár újra felpattanhat az árfolyam, és tulajdonképpen ez csak egy lejövetel utáni második láb, egy nagy dupla ajnak mondhatjuk. Ha megnézzük ausztrál dollár, USA dollárt, akkor ott viszont azt láthatjuk, hogy itt is ugye egy nagyon komoly emelkedésen van túl az árfolyam, itt is ugye egy hetes szintre jött fel, és tulajdonképpen a hetes szinttől a hetes szintig
a BCD alakzatban lehetett kereskedni, és itt is ugye megcsinálta az idei év legmagasabb pontját, és innen aztán le is fordult nagy lendülettel, és most egy fontos hetes szintre szúrt le, és itt is ugye, ha tartósan a havi szint felett tud maradni, akkor itt is a kereskedési sávból előbb-utóbb majd el tudunk indulni. Tehát itt azt láthatjuk tulajdonképpen a négy pár közül, hogy még az NZD és az AUD az tulajdonképpen nagy eséseken van túl, és már leérkeztek fontos szintekre. Addig, hogyha visszamegyünk a GBP-re és az euróra, akkor azt látjuk, hogy itt még csak most indultak el ezek a folyamatok. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig ugye a GBP és az euró dominánsabb volt az NZD és az ausztrál dollárral szemben, mert ezek már megcsináltak azért fontos éves szinteket, és tulajdonképpen itt még csak most indultak el azok a folyamatok, amiket már az NZD és az AUD megcsinált, és leérkeztek ezekre a fontos havi vagy hetes szintekre. Tehát röviden szeretném összefoglalni az itt látottakat, míg a GBP és az euró felfelé tartott, addig az NZD és az AUD meg lefelé tartott. És ők már leérkeztek fontos szintekre, tehát amikor az történik, hogy két pár komolyan esik, és már leérkeztek a fontos szintekre, ott az történik, hogy tulajdonképpen ott megtorpan az árfolyam, tehát az NZD és az AUD-ról beszélek, akik már leérkeztek erre a szintre, ilyenkor jön tulajdonképpen egyfajta dominancia váltás, mivel itt még ugye a GBP és az euró le van maradva az esésben. Tehát itt most még egy darabig lehet, hogy jönni fog lefelé a GBP és az EUR párok, viszont mivel az NZD és az AUD már tulajdonképpen leérkezett fontos szintekre, ezért ott megtorpantak, tehát ott már gyengülés nem lesz, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb ugye jön egy dominancia váltás, és rövid távon, legalábbis rövid távon mindenképp átveszik a dominanciát egy időre, amíg esetleg a GBP és az euró is le nem érkezik ezekre a fontos szintekre. Tehát ha az elmúlt időszak rangsorát fel kellene állítanom, akkor a GBP USD volt ugye az első, a legdominánsabb, a második ugye az euró, aztán az AUD volt a harmadik, és a negyedik ugye a leggyengébb láncem, az pedig az NZD pár volt, és hogy ezt hogy tudjuk megállapítani, ezt fogjuk hamarosan kideríteni, hogy lásd a teljes folyamatot. Igazából már, hogy csak ezt a négy párt összehasonlítom, abból is meg lehet állapítani, de van még másik hat olyan pár, aminek a segítségével ez sokkal gyorsabban és könnyebben ki lehet deríteni. Ugye az első és legfontosabb szűrést, amit a heti körképben is mindig el szoktam végezni, az nem más ugye, mint a dollárindex. Ugye a dollárindex az egyik legmeghatározóbb, tehát maga a dollár a legmeghatározóbb devizák közé tartozik, és ugye ez meghatározza nagyon sok más devizának is a működését, a mozgását, és tulajdonképpen mindig ezzel kezdem az elemzést, hogy a dollár éppen erősödik, vagy gyengül, vagy éppen mit csinál, egy oldalazó szakaszban van, és annak megfelelően ugye a négy fő devizapár közül mindig látni fogjuk a különbséget, akár a dollárpárokban, akár a japán párokban, CF vagy kat párokban, teljesen mindegy, hogy melyikről beszélek, a sorrend mindig ott lesz, hogy ezek közül a párok közül melyik lesz a dominánsabb. Ugye egyrészt meg kell állapítanunk az, hogy a dollár erősödik a többi párhoz képest, vagy pedig gyengül, és azon belül ugye a négy devizapár között fel tudjuk állítani később a rangsort az egymáshoz való viszonyukhoz képest. Ugye az angol font és az euró a két legfontosabb európai devizanem, és tulajdonképpen ezek a délelőtti vagy a kora délutáni órákban kijövő híreknek köszönhetően tudnak nagyokat mozogni, még ugye az ausztrál dollár és NZD párok pedig igazából legtöbbször a hajnali órákban jönnek ki fontosabb hírek, és ugye van a dollár hírek, ami köztes a két időszak között, ugye a délutáni amerikai piacnyitáskor jönnek ki a fontosabb dollár hírek, tehát megvan minden devizának, hogy mikor tud legtöbbet mozogni, és tulajdonképpen ezzel a szűréssel meg tudjuk állapítani azt is, hogy attól függetlenül, hogy a dollár erősödik vagy nem, mindig lesz különbség a négy devizapár között, tehát az angol font, az euró, az AUD és az NZD között, hogy melyik éppen milyen arányban erősödik a dollárral szemben, vagy gyengül. És akkor nézzük is meg, hogy melyik az a hat pár, aminek a segítségével ezt a rangsort sokkal könnyebben fel tudjuk állítani. Ha átmegyünk a következő csártra, akkor itt ugye a vegyes csártoknál a GBP-AUD, GBP-NZD, EUR-AUD, EUR-NZD, AUD-NZD és az EUR-GBP párok segítségével tudjuk felállítani ezt a rangsort. Jó, és akkor nézzük is meg, hogy tudjuk megállapítani a párok közötti dominancia különbséget, ugye GBP AUD-dal kezdünk, tehát itt a csárton egyértelmű látszik, hogy az elmúlt 4-5 hétben tulajdonképpen mi történt, a GBP nagyon komoly erősödést mutatott az ausztrál dollárral szemben, tehát ez azt jelenti, hogy a GBP dominánsabb volt, mint az ausztrál dollár. Tehát igazából, ha megnézzük mindig egy adott időszakot, akkor itt nagyon szépen látszik, melyik devizapár, melyikhez képest, hogy erősödött vagy gyengült, és ebből egyből látszik a különbség.
Ha átmegyünk a GBP-NZD-re, ugye ott a GBP és az NZD közötti különbséget látjuk, itt is ugye nagyon komoly emelkedésen van túl az árfolyam, tehát jól láthatóan itt egy havi szintről fordult az egész történet, és itt már ezekben a fordulós gyertyákban ott volt a lehetőség. Ugye én nekem itt volt nagyon szép kötésem a GBP Odon és a GBP NZD-n is, de mivel fontos szintekre érkeztek, ezért tulajdonképpen ki is szálltam, és szépen eltettem a profitot, pontosan azért, mert ez fog történni, még ha kicsit túl is megy az árfolyam, elsőre ezeket a fontos éves szinteket ugye nem szokta átvinni, és itt nagyon szépen a szintek környékén ki tudtam szállni időben. Tehát ennek a két párnak köszönhetően meg tudtuk állapítani, hogy a GBP párok egyértelműen domináltak az elmúlt pár hétben. Ugyanezt, ha megnézzük az EUR párok esetében, EUR-nál, ott is ugye azt látjuk, hogy nagyon szépen felpattant az árfolyam, és az elmúlt három hétben tulajdonképpen az euró is szintén erősödött az ausztrál dollárral szemben, és ha megnézzük az EUR-NZD-t, itt is ugye felérkeztünk a tavalyi év legmagasabb pontjára, itt is volt egy belépem a szintek környékén, és gyönyörűen meg is csinálta a céláramat, ezért kell mindig kiszállni a szintek környékén, mert utána nagyon gyorsan, nagy lendülettel már jön is visszateszt, ugye itt volt egy előző csúcs, és most ennek a visszatesztje zajlik, tehát ezért nagyon fontos, hogy mindig a TP-t rakjuk be egy picivel a szintek alá, és rakjuk el a profitot, nem baj, ha tovább megy, mert ugye ezt előre úgysem tudjuk, hogy mi fog történni, a legtöbb esetben lefordul az árfolyam, éppen hogy csak megérinti, és ha nem szállták időbe, akkor már a profitod egy részét vissza is adtad. Tehát ennek a négy párnak köszönhetően egyből meg tudtuk állapítani, hogy az európai devizák dominálták az elmúlt időszakot az ázsiai devizákkal szemben. Viszont ahhoz, hogy fel tudjuk állítani a rangsort a négy devizapár között, ahhoz meg kell vizsgálnunk az európai devizákat is egymás között, és az ázsiai devizákat is egymás között. Ezt fogom most bemutatni. Ezt pedig a következő két páron fogom megmutatni, mégpedig első körben megnézzük az ausztrál dollár és az NZD viszonyát egymáshoz. Ugye itt hasonló gazdaságokról beszélünk, ezért van az, hogy például nagyon sokáig oldalazik az árfolyam, és nem történik semmi, mert hasonló gazdasággal rendelkeznek, de vannak időszakok, amikor esetleg valamelyik gazdaság kicsit jobban teljesít, és akkor tulajdonképpen kijönnek ezek a különbségek, és itt az elmúlt időszakban nagyon szépen látszott, hogy egy ABCD alakzatban elindultak a folyamataink, de ugye itt is miről van szó, fontos szintek környékén jártunk, ugye áttörtünk fontos szinteket, ez az utolsó nagy lejövetelnek, legmélyebb havi gyertyának a legmagasabb pontja volt, ez felülről áttörve, visszatesztelte, majd itt is ugye nagyon szépen megjöttek a hetes fordulós gyertyák, és aztán nagy lendülettel ugye meg is érkezett az árfolyam a következő havi szintünkre, és már jött is visszafelé az árfolyam nagy lendülettel. Tehát itt is láthattuk, hogy az elmúlt időszakban ezek alapján meg tudtuk állapítani, hogy az ausztrál dollár igencsak dominált az NZD-vel szemben. És az utolsó páron pedig ugye az EUR-GBP párhatárt tudjuk megnézni, hogy itt az elmúlt időszakban mi történt. Ugye itt is egy nagyon komoly esésen van túl az árfolyam, ami azt jelenti, hogy nagyon sokáig a GBP erősödött az euróval szemben, viszont itt leérkeztünk egy fontos szintre, tehát hogyha felmegy valaki a havi chartra, és az utolsó nagy lejövetel ráhúz egy Fibonacci-t, akkor tulajdonképpen az árfolyam visszajött a 13,2-es Fibó szintre, és tulajdonképpen itt van a pontosan a Fibó szintünk, itt kialakult egy utolsó legmélyebb hetes gyertyánk, itt ezt a hetes szintet egyelőre támadja, de nem tudja áttörni. Itt a nagy kérdés csak az, hogy lesz esetleg felpattanás, ugye egy nagyobb esés után mindig szokott jönni egyfajta visszahúzódás, visszateszteli a korábban áttört szinteket, és aztán akár újra folytatja tovább az útját lefelé. Hogyha esetleg ez a szint mélyen nem sérülne már, akkor kialakulhat egy dupla ajszerűség, és ebből jött később majd ugye egy fordulás. Meglátjuk, hogy ez meg fog-e történni, de a lényeg, hogy tulajdonképpen itt is az elmúlt időszakban azt láthattuk, hogy az euró gyengült a GBP-vel szemben. Ezek után azt gondolom, hogy nem lesz nehéz dolgunk megállapítani a sorrendet, mivel ugye a GBP az összes párral szemben erősödött, tehát az európai euróval szemben is, és az ausztrál dollár és az NZD-vel szemben is, tehát az első a GBP volt, utána a második ugye az euró volt, mivel az az ausztrál dollár és az NZD-vel szemben is erősödött, tehát második volt az euró, és ugye a harmadik az pedig ugye az ausztrál dollár volt, mert az NZD-vel szemben az elmúlt hetekben nagyon komolyan erősödött, tehát megvan a harmadik nyertesünk is, és ugye negyedikként ugye a leggyengébb láncszemként pedig ott volt az NZD, mivel ez volt az elmúlt időszak leggyengébb lánceme az elmúlt hetekben. Tehát tulajdonképpen maga a dominancia szűrés összesen ennyiből áll, ezek alapján meg tudjuk határozni, hogy melyek az erősebb párok és melyek a gyengébb párok, és ezeknek a sorrendjét felállítva el tudjuk dönteni, hogy a következő időszakban tulajdonképpen melyik párokra lesz érdemes koncentrálni, hol jöhetnek nagyobb menetek, hol jöhetnek nagyobb elmozdulások, és hogyha visszamegyünk egy kicsit ugye a GBP Audra,
forintra, meg a GBP NZD-re, akkor láthatjuk, hogy mekkora lendülettel ment felfelé az árfolyam a GBP NZD esetében is. Tehát ugye a legerősebbet, az elsőt, a GBP-t összeállítottuk az AUD-dal és az NZD-vel, mert az AUD és az NZD volt a két leggyengébb láncem, és ezek közül itt volt a legnagyobb elmozdulás, tehát hol keresem a belépéseket, melyik párokon, akkor ezeken a párokon fogom keresni a belépőket, és minden egyes pár, például a japán yen párok vagy a CHF párok esetében is pontosan ugyanez lesz a helyzet, hogy ott is meg lesz a dominancia különbség, még hogyha nem is ekkora, de ettől függetlenül ugye meg lesznek az elmozdulások minden egyes páron, amivel összehasonlítjuk őket. Ahogy az előbb is említettem, ugye a dominancia az egyfajta sorrend a deviza párok között. Ha egy pillanatra visszamegyünk a GBP AUD-ra, akkor ugye most azt láthatjuk, hogy több hét dominancia után tulajdonképpen megtorpant az árfolyam, és az ausztrál dollár erősödik a GBP-vel szemben. Ha megnézzük a GBP NZD-t, ott is ugye felérkeztünk egy fontos szintre, tehát mi történhet? Rövid időre, legalábbis egy időszakra, amíg a visszatesztek meg nem történnek, átveheti a dominanciát az NZD és az AUD. Ez viszont nagyon szépen mutatkozni fog a dollárpárok esetében is, hát mink a dollárpárokra, akkor ugye itt mit látunk? Azt látjuk, hogy a dollár még ugye a GBP-USD, az tulajdonképpen még jöhet lefelé, és akár mélyebb visszateszre is jöhet még, mivel még csak most indult el tulajdonképpen a visszateszt. Ha átmegyünk az euróra, az euró-USA dollárra, akkor itt is ugye azt látjuk, hogy még igazából a nagyon nagy beszakadás alapvetően nem volt. Ha viszont most megnézzük az NZD-t és az USD-t, akkor itt mit látunk? Azt látjuk, hogy itt is leérkeztek az árfolyamok fontos szintre, és itt már tulajdonképpen kialakulóban van egy dupla alj egyrészt, a másik szempont pedig az, hogy ugye egy fordulós gyertya, tehát az a héten így zár, független attól, hogy most a hetes szint fölött, ugye ez volt az utolsó legmélyebb hetes gyertyám, mivel ezt az időszakot vizsgáltam, a lejövetelt, és nézzük meg, hol jött vissza az árfolyam, gyönyörűen a havi szintre milliméter pontosan megállt, és tulajdonképpen jó esélye akár a hétvégére, ha a szint fölött zárna, vagy esetleg a szint környékén, akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy még egy darabig a GBP és az euró lehet, hogy esni fognak, itt viszont már a fordulás jeleit láthatjuk, tehát mit jelent a sorrend? Az azt jelenti, amikor dominancia van, vagy dominancia váltás van, hogy az adott páron, amelyik dominánsabb lesz a következő időszakban, ott előbb jönnek meg a setupok, a belépési lehetőségek, míg a másikok még esetleg a GBP és az euró még esetleg egy vagy két hétig mondjuk esik lefelé, és igazából majd csak később lesznek meg a fordulós gyertyák, ha ott is leérkeztek a fontos szintekre. Ha megnézzük az ausztrál dollárt is, akkor pontosan ugyanazt látjuk azt is, hogy tulajdonképpen egy nagyon szép kanoncos gyertya van kialakulóban, tehát leszúrt itt is a hetes szintünkre gyönyörűen, és előbb-utóbb, hogyha kialakul, ugye mindig erről beszélek, hogy fontos havi, hetes és éves high low szintek környékén várom ezeket a leszúrásokat, ezeket a heves mozgásokat, hogy egy visszateszt befejeződjön. Tehát ez azt jelenti, ahogy itt is, meg ahogy itt is jelentette, nézzük meg a kanoncos gyertyákat, ez mindig egy folyamat végét jelentheti, vagy legalábbis egy megtorpanást egy ideig, és hogyha fontos szintek környékén van, akkor akár ugye ezeknek az eséseknek a végét is jelentheti, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy utána nagyon gyorsan el fog indulni az árfolyam, bár ugye erről is beszéltem, hogy amikor kés a vajban jön lefelé az árfolyam, akkor jó eséllyel akár erősen fel is pattanhat, de ugye mindig meg kell várnunk még, hogy kialakuljon első körben a kanócos gyertya, amíg a hetes csárton ezek a folyamatok, ezek a kanoncos gyertyák nem jelzik a folyamat végét, és nem lesz esetleg újabb szintörés majd mondjuk a következő heti gyertyában, addig ugye jöhet inside bar, tehát itt tartózkodhatunk az inside baron belül jó ideig, akár ide beszorulhat az árfolyam a hetes és a havi szint közé, láthatunk már egy párszor ilyet, viszont behúzhatjuk a hétvégén majd ezt a szintünket, és hogyha ennél mélyebbre nem megy az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy előbb-utóbb elindulhat felfelé, és ugye mindig ezeket a lehetőséget keresem. Tehát itt már alakulóban vannak a fordulásnak a jelei, de ugye most ha megnézzük, akkor tulajdonképpen az NZD és az ausztrál közötti viszony, akkor ugye láthatjuk, hogy az NZD-n már zöld fordulós gyertya is van, és mindjárt visszamegyek ide egy pillanatra az NZD-re, hogy itt is ugye most alakul ki egy utolsó legmélyebb gyertya, de ez már egy zöld fordulós gyertya is. Ha egy pillanatra visszamegyünk ugye az ausztrál dollár NZD-nek a viszonyára, akkor mit látunk? Hogy az NZD erősödik tulajdonképpen az ausztrál dollárra szemben. A kérdés csak az, hogy utána, hogyha megtörténik itt is a visszateszt, akkor ez csak egy ideiglenes állapot, és aztán folytatja tovább az útját felfelé, tehát ez most még csak egy látszat dominancia különbség, mivel ugye
megcsinálja a visszateszteket, elérkeztünk egy fontos szintre, és itt láthatjuk tulajdonképpen a párok közötti viszonyokat. És ezekből is nagyon jól látszik, hogy a többi páron hogy állnak ezek a dolgok. És hogy miért fontos a sorrend? Pontosan azért, hogy tudjuk, hogy a következő időszakban, akár rövid távon, vagy akár hosszabb távon, melyik párokra lesz érdemes koncentrálni. Ha egy pillanatra visszamegyünk a dollárpárokra, akkor itt ugye az NZD-USD esetében láthatjuk azt, hogy már ugye lassan a szint fölé tud majd zárni, és mi van akkor, hogyha a következő héten ez már el is megy. Tehát itt már van egy dupla aljunk, amiről mindig azt szoktam mondani, hogy a második lábból heves mozgással elindulhat felfelé az árfolyam, míg ugye az ausztrál dollár, USA dollárnál még csak az első lejövetel volt meg, és tulajdonképpen még csak most alakul ki a kanócos gyertya. És az ausztrál dollár NZD páron pedig azt láthattuk, hogy az NZD erősödik az ausztrál dollárral szemben, és ugye az NZD az most erősödik a GBP és az EUR párokkal szemben is. Tehát, ha csak rövid időre is, de egyelőre jó eséllyel ugye ott keresik a belépési lehetőségeket, ahol már a setup lehetőség szemben ki van alakulva, leérkezett a fontos szintre, meg lesznek a fordulós gyertyák, és lehet, hogy a következő időszakban itt jöhet egy komolyabb felpattanás, még ha csak rövid távon is, mert ide ugye a belső nyakvonal feljön, akkor itt is kell majd egy visszatesz, és majd csak később fog elindulni a nagyobb folyamat, de ezért kell, és ezért fontos a szűrés, hogy tudjuk azt, hogy a következő időszakban mely párokra lesz érdemes koncentrálni, és ennek megfelelően sokkal jobban ki tudjuk választani azt a devizapárt, ahol már eleve ugye sokkal jobban áll a setup és belépés közeli állapotok vannak. Maga a dominancia azt is jelenti, hogy ez a pár fog esetleg előbb elindulni, utána esetleg jöhet az ausztrál dollár, USA dollár, és utána lehet, hogy a GBP vagy az euró. Viszont ha megnézzük, hogy most a kettő között hogy áll a történet, pillanatra visszamegyünk ugye a másik csártra, és megnézzük az EUR GBP-t. Tehát, hogyha itt a következő időszakban, ha csak rövid távon is, mert ugye ez egy esőtrendnek a visszahúzódásáról beszélünk, de ez azt jelenti, hogy rövid időre átveti a dominanciát az euró a GBP-vel szemben. Tehát akkor mi lesz a következő időszak sorrendje? Jöhet az NZD, jöhet az ausztrál dollár, jöhet az euró, és lehet, hogy az utolsó lesz a GBP. Ami eddig első volt, az most lehet, hogy csak sereghajtó lesz. Tehát így változnak a dominanciák, és ezek változhatnak rövid távon, meg változhatnak hosszú távon is. Attól függ, hogy mi a trend iránya, mert hogyha itt csak visszahúzódásról beszélünk, akkor rövid távról beszélünk, ha viszont trendirányú elmozdulásról beszélünk, akkor hosszabb távú menetek is jöhetnek. Viszont a domináns devizáknál előfordult az a helyzet, hogy amikor elindultak, ugye nagy lendülettel elindul, akkor jó eséllyel lehet, hogy egy darabig nem lesz ugye visszatesz, tehát nem lesz jó belépés. Tehát hiába tudjuk azt, hogy melyik a domináns, mégsem tudunk belépni, mert lekéstünk róla. Ilyenkor ugye jön a következő lépés, hogy megnézzük, hogy melyik a második legdominánsabb deviza, és esetleg ott keresünk belépéseket, és előbb-utóbb mutatni fogja magát, hogy melyik lesz az a pár, ahol a következő belépés kialakulhat, ami még nem indult el. És mindig azokra a folyamatokra koncentráljunk első körben, ahol még elindulás előtt vagyunk. Ha már elindult és nagy lendületen megy felfelé, akkor nem szaladunk a piac után, akkor megvárjuk a következő visszatesztet, vagy megkeressük azt a következő devizát, ahol esetleg alakulóban van a setup, tehát erre érdemes figyelni, hogy csak azért, mert egy deviza domináns, az nem jelenti azt, hogy mindig tudni fogunk kötni rajta, mert hogyha elindult és nagy lendületen megy felfelé, akkor ott már bizony lekéstünk, és egy darabig ott nem lesz belépő. Ezért mindig a következő devizapárt keressük, ahol a setupok kialakulóban vannak, és elindulás előtt. Tehát magával a dominanciával tulajdonképpen csak a sorrend változik a párok között, hogy milyen sorrendben fogják megcsinálni azokat a szinteket, amiket meg kell csinálnia. Tehát, hogyha már lemaradtunk egy vagy két devizapárról, akkor előbb-utóbb szépen meg fogja csinálni a többi pár is azokat a szinteket, ugyanúgy, ahogy itt is pár héten keresztül szakadt be az árfolyam, és visszajöttünk ugye a fontos havi szintek környékére, hogyha most átmegyünk az euró-USA dollárra, akkor itt is ugye az történik, hogy egyelőre úgy látszik, hogy a havi szintet nem tudja átvinni, de lehet, hogy egy-két hét után fogja magát itt megjelenik egy zöld fordulós gyertya, és egy nagy momentum gyertyába újra elindul felfelé, és megcsinálja a következő szintet. Tehát csak a sorrend változik, és tulajdonképpen az, hogy melyik, milyen sorrendben, mikorra csinálja meg azokat a szinteket, amiket így is úgy is meg kell csinálnia. Ha megnézzük a GBP-USD-t, itt is ugye egy fontos hetes szintről fordult le az árfolyam, az idei év legmagasabb hetes szintjéről, és tulajdonképpen még itt is ugye bőven havi szint felett vagyunk, tehát az utolsó legmagasabb havi gyertya, ennek az utolsó nagy elmozdulásnak a legnagyobb havi gyertyájának a mélypontja van behúzva, és tulajdonképpen ebbe a sávba jött vissza, ebbe a havi sávba jött vissza az árfolyam. Tehát, ha meglesznek a visszatesztek, az mit jelent, hogy felülről újra visszateszteli ezt a zónát, majd fordul egyet, és előbb-utóbb szépen megcsinálja ezeket a magasságokat, mivel ugye egy nagy kereskedési sávban vagyunk, és ugye azt látjuk, hogy egy ABCD alakzatban szépen előbb-utóbb erre a szintre fel fog érkezni az árfolyam.
de most itt meg kell várni türelmesen, hogy befejeződjön az esés. Itt ugye az NZD esetében ott már leérkezett a fontos szintekre, tehát itt is valószínűleg le fog érkezni, de a havi szint környékére, és utána fog majd csak szépen elindulni, míg az NZD jó eséllyel előbb elindulhat, de a szinteket így vagy úgy mindegyik meg fogja csinálni, és a szűrésnek tulajdonképpen összességében ennyi a lényege, hogy mindig az aktuális dominanciát keresünk, és ahol előbb kialakul a setup, ott keresünk a belépőket, és ne ragaszkodjunk olyan párokhoz, amivel van valamilyen kötődésünk, és mindenáron azon akarunk kereskedni, holott semmilyen setup nincsen, és dominancia sincs az adott páron. Ez valószínűleg egy pszichés dolog, hogy vannak kedvenc devizapárjaink, amikhez valamiért kötődünk érzelmileg, és azt nézegetjük, miközben más párok meg hatalmasat menetelnek. Ezt az elmúlt egy év Discord csoportos tapasztalatom is megerősítette, nagyon jól lehetett érzékelni, hogy néhányan rendszeresen beleszaladnak ebbe a hibába. Tehát magának a dominancia szűrésnek röviden ennyi a lényege, tehát így tudod megtalálni mindig az aktuális devizát, és ezáltal jobb döntéseket fogsz tudni majd hozni a jövőben. Tehát összesen erre a 6 devizapárra és az USA dollár indexre van szükséged ahhoz, hogy meg tud csinálni ezt a szűrést. Én ugye a vegyes csártok között tartom egymás mellett ezeket a devizapárokat, de lehet akár külön profilt is létrehozni csak az USA dollár indexre és erre a 6 devizapárra, ahol minden héten megcsinálod ezt a szűrést, akár vasárnap, vagy a hét elején, és innentől kezdve sokkal jobb döntéseket fogsz tudni majd hozni. Amit még érdemes tudni erről a 6 párról, hogy ezek közül 4 elég nagy mozgással rendelkezik, tehát a GBP-od, a GBP-NZD, az Euro-od és az Euro-NZD, ezek nagy mozgású devizák, ezeket általában nem szoktam javasolni kezdők számára, főleg nem éles számlán, mert igazából páros döntéssel nagyon komoly kárt lehet okozni, még egy kis számlán is, tehát igazából első körben ezeket inkább csak szűrésre szoktam javasolni, mivel elég sokat oldalaznak, és nagyon ritkán vannak ilyen szép menetek, vannak, de azért igazából ilyen nagyok azért nagyon ritkán vannak, és ezeket inkább érdemes elsősorban szűrésre használni. Ugye többnyire oldalaznak, ha megnézzük az AUD-NZD-t vagy az EUR-GBP-t is, azokon is nagyon ritkán vannak jó belépők, de vannak jó időszakok, de ezek nagyon ritkák, én is elsősorban inkább csak szűrésre szoktam használni. És ahogy ígértem, végezetül jövök egy pro tippel, hogy hogyan veheted időben észre, melyik pár az, amelyik előbb indul el a többihez képest, és jöhet jó belépő rajta, ezt fogom a következő percekben bemutatni. Pro tip. Ami nekem bevált, az a következő. Érdemes létrehozni napos csártokból álló profilokat, és ott behúzom D1-en a jelenlegi legmélyebb, és az ahhoz tartozó legmagasabb gyertya szinteket, aminek a célja az, hogy amikor már nem alakul ki újabb, legmélyebb vagy legmagasabb pont, akkor előbb-utóbb fordulni fog az árfolyam. Ezt a D1-es csárton nagyon jól figyelemmel lehet kísérni. Minden hónapnak ugye van egy legmagasabb és egy legmélyebb gyertyája, de érdemes inkább ugye folyamatokat nézni és adott szakaszokat vizsgálni, tehát az adott szakasz legmélyebb pontját és az ahhoz tartozó legmagasabb pontját. Ha esetleg van benne egy visszahúzódás, akkor ugye ABCD alakzatról is beszélhetünk, és akkor érdemes ugye megvizsgálni egyrészt az utolsó legmagasabb pontot, az ahhoz tartozó legmélyebb pontot, és utána, amikor elindul a folyamat, akkor pedig a következő szakasz ez lesz. Amire nagyon figyelni kell, hogy mi az aktuális trend, hogy egy long trend visszatesztjéről beszélünk, mint ami most zajlik, vagy pedig esetleg már egy visszateszt utáni trendirányú elmozdulásról beszélünk, mindig a trendirányba kereskedjünk, hogyha nem akarod a saját életedet megnehezíteni. Ezeket is lehet rövid távon kereskedni, de ezek ilyen egy-két napos kereskedések. Itt is ugye nagyon szépen megvolt a múlt hónapban az utolsó legmagasabb gyertya, ugye onnantól kezdve nem ment fejbe az árfolyam, és mi történt? Egy nagy momentum gyertyába sérült a napos szintünk, és el is indult az árfolyam, mivel jól láthatóan egy előző szint áttörtünk, tehát ugye trend ellen kereskedhetnénk most, de ez csak rövid távú, és itt ugye nagyon nehéz megmondani, hogy ez az első láb, tehát ugye a felmenetel utáni első láb, amikor lejön, hogy melyik lesz az a pont, ahol esetleg megtorpanhat az árfolyam, tehát ezek a szakaszok nehezen tervezhetőek, itt simán jöhetett volna egy visszateszt, és lehet, hogy csak második menetben jött le az árfolyam, így igazából érdemes megvárni mindig a visszateszteket, tehát hogyha a long trendről beszélünk, akkor mindig a nagyobb szakasz kereskedjük, ne a visszateszteket. Tehát, hogyha behúzod az összes D1-es csárton ezeket a szinteket, akkor tulajdonképpen nincs más tendőd, mint a nap végén egyszerűen csak véglapozod, és ott, ahol esetleg sérül a napos szint, ugye ez az első lépés ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen folyamat elinduljon. Tehát amikor itt vagyunk, ugye egy utolsó legmélyebb gyertyánál, itt láttuk, hogy pár napig szépen oldalazott, ugye inside bar-on belül voltunk, majd szépen jött egy kis momentum gyertya a visszateszt után, és itt már be is lehetett lépni, ide be lehetett húzni egy trendvonalat, itt már volt kialakulóban egy pici kis dupla ajszerűség, egy kis belső nyakvonalla, és láttuk a szándékot, hogy a szint felfelé sérült, ugye nem lefelé jövünk, tehát innentől kezdve nincs miről beszélni, itt a napos csárton trendirányba gyönyörűen be lehet lépni, és itt időben észre lehet lenni még ezeket a lehetőségeket, mielőtt a nagyobb menet elindul.
Mivel csak a napos szintek vannak behúzva, ezért semmi más nem viszi el a figyelmünket, így időben észrevehetjük, hogy mikor sérül ugye egy gyertyában, egy napos gyertyában a napos szintünk, és a nap végén egyszerűen csak véglapozzuk a csártokat, és megnézzük, hogy hol van szintörés, akár felfelé vagy lefelé. Ugye, hogyha fentről lefelé nézzük, akkor ugye mindig egy visszatesztről beszélünk, tehát egy long trendnek a visszatesztjéről, tehát érdemes ilyenkor esetleg ezeket csak rövid távon kereskedni, ha viszont trendirányú elmozdulás van, akkor láthatjuk, hogy mekkora elmozdulások vannak, itt is megcsinálta az előző hónap legmagasabb pontját, és időben lehetett értesülni ebben a kis kanocos gyertyában. Nekem ez meg is volt, és be is volt kötve, és nagyon szépen megcsinálta a célláramat, és akkor megyünk tovább, és ahol látjuk, nézzük meg, itt is például nagyon szépen sérült, egy fontos szintre érkezett le az árfolyam, ugye az NZD USD egyben egy fontos havi szinten is van, de mivel előző szintek, előző hónapok szintjére érkezett, ezért tulajdonképpen itt is meg volt az utolsó kis kanócos gyertyán, és már itt ebben a zöld gyertyában ugye látszott, hogy felfelé próbálkozik az árfolyam, és el is indult felfelé. Nyilván itt azért kellenek ugye az alakzatok ahhoz, hogy ebből hosszabb távú folyamatok legyenek, viszont ha időben észreveszünk ezeket a kis zöld gyertyákat, akkor nagyon kis kockázattal, igaz, hogy nem túl jó erőarányjal, de tulajdonképpen ilyen egy vagy két napos kereskedésekben részt tudunk venni. Erre is akár létre lehet hozni szabályokat, hogy azt mondjuk, hogy ha itt be tudunk lépni időbe, akkor egy napig hagyjuk futni, és ha a szép nagy gyertyában végződik, akkor itt a nap végén eltesszük a profitot, és boldogok vagyunk. Ahol egyértelműen sérült a napos szint felfelé, vagy ugye itt is lefelé, akkor tulajdonképpen ezeket szépen meg lehet jelölni, és akkor a nap végén tudom azt, hogy melyek azok a párok, amire érdemes figyelni, mert itt ugye később kialakulnak szép kis dupla alszerűségek, ahol be tudom majd húzni egy trendvonalat, és hogyha ez a mélypontunk ez nem esik el, akkor itt ugye a szint felett maradva tulajdonképpen a trendvonal törésre rövid távon be lehet lépni, és akkor lehetnek célárak ezek a belső nyakvonalak. Erre szakaszra, ha ráhozunk egy Fibonacci-t, akkor valószínűleg ilyen 61 környékére fel tud jönni az első láb, és akkor ezeket a kereskedéseket tudjuk tervezni, és hogyha megyünk tovább, akkor megnézzük, hogy hol van még olyan pár, ugye itt is nagyon szépen kialakult egy kanócos gyertya, itt is ugye fontos szintre érkezett az árfolyam, és nézzük meg, hogy milyen szépen jelzik ezek a kanócos gyertyák, hogy esetleg ez az esés, vagy egy időre esetleg vége lehet, vagy esetleg jöhet fordulás is, és hogyha szint fölé tegy az árfolyam, akkor egyértelműen rövid távon mindenképp felfelé kell gondolkoznunk. Nyilván tisztában kell lennünk a szintekkel, hogy rövid távon ugye a lejövetel utáni első lábat meddig lehet tervezni, vagy esetleg lesz-e visszateszt, be tudunk-e húzni trendvonalat, és esetleg egy ABCD alakzatba egy nagyon szép menetet el tudunk csípni, tehát semmi más teendő, mint végigmenni ezeken a csártokon, nézzük meg. Itt kitöröltem a periódus elválasztókat, mert nem láthattak ugye a mai napi gyertyák, tehát itt is nagyon szépen látszik, hogy a japán ilyen párokon kezd bekanoncosodni, ami azt jelenti, hogy ez az esés lassan véget érhet, és jöhet egy kis megpihenés, vagy akár esetleg újabb felpattanás, mivel itt is ugye ABCD alakzat nélkül, tehát kés a vajban jött lefelé az árfolyam, ezért akár következő időszakban jöhetnek nagyobb felpattanások, úgyhogy ezeket a párokat, ahol szint felett van az árfolyam, megjelöljük, és egyszerre megvárjuk a fordulásokat. Itt is ugye volt az előző hónapnak a legmagasabb pontja, nézzük meg, le is jött az előző két hónappal ezelőtti mélypontra, tehát ezeket így lehet tervezni, és ott, ahol vannak még esetleg ilyen kis visszahúzódások, akkor nagyon szépen látszanak ezek a kis piros fordulós gyertyák, itt is volt még egy pici visszahúzódás, de ugye itt már közel voltunk a szintekhez, tehát itt már biztos, hogy nem keresnék belépőt, tehát én a napos csártokon is ezeket a napos gyertya szinteket keresem, a napos gyertya szintöréseket, és igyekszem a szint környéken belépni, akár még H4-ben is, hogyha látom a szándékot egy H4-es gyertyában, és utána már egyszerűen csak beteszem a stoppomat ide, és tulajdonképpen megvárom a folyamatokat. És itt mindenki eldönti, hogy meddig akar kereskedni, hogy esetleg rövid távon vagy hosszabb távon tartja ki, hogy bírja pszichésen ezt a dolgot, de hogyha valaki csak azt mondja, hogy egynapos kereskedésbe gondolkozok, és itt elteszem a profitot, akkor is teljesen jó. Tehát ezzel a módszeren nagyon gyorsan ki lehet szűrni, hogy hol indulnak el a folyamatok, és csak ott érdemes kereskedni, ahol látjuk ezeket a napos gyertyákat, nézzük meg. Tehát amíg ezek a napos gyertyák nem jelennek meg a napos szintek felett, addig se lefelé, se felfelé nem lesz forgalom, tehát nem lesz értelme kisebb idősíkra menni, amíg a napos szintek nem sérülnek. Nem véletlenül használom ezt a mondást, hogy a napos szintek felett kezdődik az élet, és ott jönnek meg a forgalmak, nézzük meg, mekkora elmozdulások voltak. Ha visszamegyünk egy pillanatra az NZD-USD-re, amire viszont itt érdemes figyelni, hogy amikor elindul a folyamat a napos szint, akkor esetleg érdemes fölmenni a hetes csártra és megnézni, hogy hol van a következő hetes szint, ugye, mert mekkora távolság van a napos és a hetes szint között, mert ha túl kicsi a távolság, akkor nem biztos, hogy érdemes kereskedni.
viszont arra érdemes figyelni, hogy amíg a napos szintek nem sérülnek, addig semmilyen kereskedést nem indítunk. Ez csak egy jelzés, tulajdonképpen egy indikátor arra, hogy melyik párok esetleg, melyik párok azok, amik elindulhatnak. És ugye az előbb a 7-es csárton is erről beszéltem, hogy itt tulajdonképpen már egy fordulós alakzat látszik a 7-es csárton is, mivel fontos havi szintre érkezett az árfolyam, és itt ugye látszik, hogy a napos szintünk is sérült felfelé, viszont a jó belépőkre még ugye várni kellenek az alakzatok, amiből a hosszabb távú folyamatok lesznek, de tulajdonképpen ez arra jó, hogy a nap végén gyorsan végignézni a csártokat, és megfigyelni, hogy melyik pár indulgat előbb, hol sérül a napos szint, és ott megjelölni, és utána keresni az alakzatokat, és a belépésekhez szükséges megerősítéseket. Itt ugye két fontos piaci tényező van, ha már az első gyertyában sérül a napos szintünk, ugye akkor nagy felpattanás jöhet, mint ahogy itt is láthattuk, hogy elég rendesen elindult az árfolyam, viszont vannak olyan időszakok, amikor ugye a napos szint, a legmélyebb napos szint alatt nézzük meg, hány napja tulajdonképpen inside báron belül van az árfolyam, tehát itt nem lesz gyors elindulás, tehát meg kell várni mindenképp a szinttörés, vagy legalább egy szint közeli gyertyát, ahhoz, hogy ebből jó belépő legyen. Ez, amit most elmondtam, ez ugyanúgy működik a 7-es csártokon és a 7-es szinteknél is, tehát vagy inside báron belül vagyunk, ha már a következő 7-es gyertyában sérül ez a szintünk, akkor tulajdonképpen itt is ugye nagy lendülettel el szokott indulni az árfolyam. A kérdés csak az, hogy mi az a következő szint, ami közel van hozzá, hogy mettől meddig érdemes kereskedni, ezért nagyon fontos, hogy minden egyes kereskedést tervezzünk. Ezt csak azért mutattam meg, mert sokan panaszkodnak, hogy állandóan lemaradnak a kereskedésekről, ennek az egyik oka lehet ugye, hogy nincs dominancia szűrés, a másik pedig, hogy ezzel esetleg előre lehet hozni ezt a figyelmeztetést, hogy amikor elindulnak a folyamatok, akkor itt a nap végén gyorsan végiglapozgatod a csártokat, és egyből látni fogod, hogy melyik páron van szinttörés, és csak azokra a párokra koncentrálsz, ott türelmesen megvárjuk a folyamatokat, és utána keresünk a belépéseket. Ezáltal a figyelmet csak azokon a párokon van, amik már elindultak, és nem a párokon erőltetjük a kereskedést, ahol inside báron belül mozog az árfolyam. Ezért mondtam mindig, hogy csak is a napos szint felett szabad kereskedni, mert nézzük meg, itt nincs forgalom. Forgalom akkor lesz, ha a szintek sérülnek, és elindulnak a hosszabb távú folyamatok. És mivel az elmúlt időszakban nagyon komoly esések voltak, meg nagyon komoly emelkedések is, ez azt jelenti, hogy nagy távolságok vannak, tehát hogyha elindulnak a folyamatok, akkor szép kereskedések lehetnek, akár rövidebb, vagy akár hosszabb távon is. Ezzel a módszerrel gyorsan át tudod nézni a csártokat a nap végén, így időben értesülhetsz a kialakulóban lévő lehetőségekről, próbáld ki, teszteld le demóban, és írd meg nekem, mennyire vált be. És akkor röviden összefoglalva a lényeget, ahogy láthatod, a dominancia szűrés egy fontos része a technika elemzésnek, a jó döntésekhez. Fontos, hogy ki tud szűrni, hogy melyik deviza az, ami aktuálisan dominánsabb lehet a többihez képest, hogy tud, melyik páron érdemes kereskedni. Tény, hogy a kereskedés elég sok apró elemből áll össze, és időbe telik, mire összeáll a teljes kép, de hidd el, ha ebből rutin lesz, akkor elég lesz csak ránézni a csártokra, és egyből fogod tudni, mi is történik. Ez csak rajtad áll, hogy beleteszed-e a szükséges munkát, hogy minél előbb jöjjenek az eredmények. Ha ezt a lépésről betartod, akkor biztos vagyok benne, hogy a kereskedésed jó irányba fog változni, ehhez viszont sok önfegyelemre lesz szükséged, hogy be is tud tartani. Hát én gondoltam elmondani a mai témával kapcsolatban, mivel többen kérték, hogy beszélek újra a dominancia szűrésről, hogy még jobban tisztuljon a kép, és egy fontos puzzle darabka a helyére kerülhessen. Remélem, ma is tudtam pár hasznos gondolattal szolgálni, és sikerült mindent tisztázni a témával kapcsolatban. Aki már foglalkozik egy ideje a kereskedéssel, az idővel rájön, hogy nem is olyan egyszerű dolog ez a kereskedés, de alapvetően nem is bonyolult, csak mivel nincs semmilyen múltbéli tapasztalatunk a kereskedéssel kapcsolatban, ezért időbe telik, mire átlátod ezt az egészet. A jó hír viszont az, hogy a közel 300 videómban ott van minden, amit tudnod kell a kereskedésről, a többi már csak rajtad áll, hogy mit kezdesz ezzel az információval. Ha még csak most tervezed elkezdeni a forex kereskedés megtanulását, tehát teljesen kezdő vagy, akkor első lépésként azt tudom javasolni, hogy regisztrálj egy demoszámlát, ahol gyakorolhatod a videóban elhangzottakat, ehhez találsz linket a videó alatti leírásban, és ha szeretnéd felpörgetni a tanulási folyamatodat, akkor mindenképp csatlakozz a Discord csoportunkhoz, ahol gyorsan kaphatsz válaszokat a kérdéseidre már tapasztaltabb kereskedőktől. Amivel érdemes elkezdeni a tanulást, az pedig a forex kereskedés kezdőknek A-tól Z-ig 52 részes teljes tanfolyam, ami a teljes kereskedés lefedi. Ezt megtaláld a lejátszási listában. Utána persze érdemes a többi videómat is megnézni, hogy a tanultak minél jobban rögzüljenek, és lásd a stratégiát a gyakorlatban is. Erre nagyon jó alkalom a minden hétfőn jelentkező heti piaci körkép, ami szinte felér egy teljes tanfolyammal. Mielőtt elköszönnék, jön a hét kérdése. Te eddig mennyire használtad a dominancia szűrést a kereskedésedben? Írd meg nekem itt kommentben. Ezzel a mai videó végéhez is értünk, ha bármi kérdésedben a témával kapcsolatban, keresd bátran, minden elérhetőséget megtaláld a videó alatti leírásban, így nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmedet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!